Bocska, olyan nem tudod a címet, haver? Tudom, ahol arra kell menni, na. De én nem megyek köröket most azért, én megtaláljuk. Én megvárlak titeket itt. Várj, kaka! Egyébként én kiskorom azt hittem, hogy a fehér kutya szart, fehér kutyák szarják. Hogy ide készültek, mivel hogy azzal is tisztában vannak, gondolom, hogy most, ha klasszikus értelemben vesszük, mint summások jöttek ide, ez egy valós fogalmazás, az annyit jelent, hogy időszaki mezőgazdasági munkát fognak végezni. Tehát besegítenek a tanya életébe, illetve a major életébe. A Tomi nem figyelt. De figyelt ő, csak a mélyre figyelt. Kemény fizikai melókat nem nyomtam, tehát amik ilyen nagyon kemény erőnlétet kívánnak, de ezt még látszik is rajtam. Most már azért gyúrok, szóval lehet, hogy egyet-kettőt majd kipattintok így jobban. Balla, Zeus, Apollo megérkezik. Purr! Abszolút eltűröm, hogyha mondjuk parancsolgatnak, vagy akár megbüntetnek, illetve azt is, hogyha megdicsérnek, azt viselem a legjobban. Általában nagyon szeretem, hogyha pénzzel teszik ezt, vagy hogyha nőkkel. Gyula bácsi azt kérdezte az előbb az eküd nekem sugva a fülembe, hogy megölelheti-e Gyula bát. Nyugodtan, gyere. Nem, mert ez nagyon visszafogott. Majdnem mondtam valamit. Tökéletes. Köszönöm szépen. Látod, mi mondtam? Annyira fontos az első lesz. Mondjuk nem magára számítottam, hogy meg fog ölelni, de sem se kavit meg. Tomira? Nem, a híresztelések nem igazán. Mi? Van kaja? Na? Van kaja? Ne! Kenyér! Kenyérsek vagyunk! Sajt! Kenyér! Óriási! Pálinka! Ó! És még tojás is! A kaja a legfontosabb. Általában az a szabályom, hogy Sanyi nem ad a kajájából. Szomszédok vannak a környéken? Hát már gazdálkodó szomszédok? Akármi, itt így emberek, hogy vannak a környéken? Hát itt közvetlen közelünkben nincsenek. Ezt mit smúzol az öreg? Szinkronban lenyomjuk. Nincsen meg a bajszomat, ez kell. Ez nem soft rajta. Eszter? Vagy örön egyet. És ne csak ott. És mennyire biztonságos mondjuk egy ilyen föl? Tehát, hogyha valamit el kell rejteni, nem tudom, nyilván van érték azért itt a ház körül, hogy azt mennyire lehet mondjuk elrejteni? Van ilyen hely külön, ahova el szokták rakni? Természetesen, hát megvan a helyed. Szagolja meg. Ne. A nyakamat. Saját szag. Hát a többiek azok most nagyon lemaradtak, úgy látom. Nyugodtan, messzegesetek. Nagyon kell pisélnem, és szeretném megkérdezni, merre van a... Mivel hogy egészen közel vagyunk, még X-állásba is eljut odáig, az pedig itt van a karám végén, egy tábori szabad levegős, nagyon jó, kár volna klaustrofóbiába szenvedni, holni angol vécébe. Nem, itt biztos vagyok benne, hogy van. Legyél te az első! De én annyira jól viselkedtem, egy állatot sem zavartam eddig, figyeltem. Így szerintem van. Én egy plusz pontot nem vetted biztos... észre, amikor az előbben voltál kacsákat zavarni? Van a zsakni, egy buszjegy. Olyan jó levegő van benne. Tehát jó nem levegő. Bán, nem benne, hanem kinn, a szabadban. Csak nem mennék oda levegőt. A csodák a komfortzónádon kívül történnek. Igen. Menjen és nézd meg ezt a ez egy vécét. Annyira bölcs mondat volt, hogy szerintem ezt egész életemben alkalmazom. De hogyha kell lesz, igen, nyugodtan meg is ilyen röfi úr. Pisi vagy kaki? Tújj már, pis. Nem mehetek tényleg az igazi vécébe? Hát ez olyan igazi, ez kamu WC? Én látom, itt van. Attól, hogy te nem hiszel benne, még létezik. Én nem hiszek hidegben. Ez nem vízöblítés, ez légöblítés. Veled vagyunk, Eszti. Eszti, szia. Sziasztok, Eszti vagyok. Biztos vagyok benne, hogy azt gondolják, hogy én egy ilyen kis piperkőc királylány vagyok. Not meg pörgetni, nézzétek. Honnan lehet, hogy itt gyertek, hallod, Sanyi, várj, bocsánat. 3-4 pókot látok. Ó, Istenem, hallj! Kicsit bedes van, vagy mi a para vagy? Nem tudom, mit tesszük. Engedjük ki, engedjük ki. Jó, jó, jó. Szegé. Hozzasztó egyébként, de a helyzet. Hogy nézzük meg, gyere. Hát annyira nem szület, nekem igazán tetszik. Igen, para? Én találtam ki a barátaim. Mi lesz a program?
hogy a leányzó hölgyek el lesznek engedve a szállásra. Még lesz egy kis szakmai ismeret. Én állok elébe. Toljatok egy nagy zuhanyt esetleg, hogy de hát nem, milyen zuhany? Nincs fürdés, majd holnap után reggel. Csak páratlan napokon. Mit? Hát nem majd fürdünk, mi? Jó. Persze. Engedjünk egy kis meleg vizet. Fújjatok ki a vödörejjelt addig. Na most, hogy elmentek a csajok, végre beszélhetünk. Oh. Rossz az a problémákról. Ja. Egyet fogjál! Kis barátom! Te soka! Indulj meg, mint a rajszakkör! Gyere, barátom! Gyere, 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 te so! De eljel be fehérnünk meg. Pihenj le, te so! Befelejjedre, kancám! Gyere! Faszikem, hadd némek! Hát ekkora pöcse volt, nekem sincsen! Aki megeszi először nyelvet kimutatva a hagymát, papofával, egymás fejét folyamatosan csekkoljuk, azt kérhet a többiektől egy hatalmas nagy díjat, szívességgel. Jó? Mindenkitől? Vagy csak egy embertől? Mindenkitől. Jó. Hát akkor háromra, gyerünk. Jó, gyerekek, a gyakorom. Egy, kettő, három. Mm. 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 Mm.